A tervek szerint őszre elkészülne a kerékpárút Makó és Kiszombor között, így nem csak a vonatok, hanem a biciklisek is ide érkeznének meg Makó irányából. Az új kerékpárút megépítését Lázár János, miniszterelnökséget vezető államtitkár, országgyűlési képviselő jelölt jelentette be csütörtökön. Németh Lászlóné fejlesztési miniszterasszony arra kért, hogy Kiszombor nagyközség önkormányzatának személyesen is hozzam el azt a fölhatalmazó levelet, amely 198 millió forint pályázat benyújtását teszi lehetővé. A közlekedési operatív program keretében az Európai Unió finanszírozásában lehetőség van arra, hogy Kiszombor nagyközséget összekössük Makó városával egy új nyomvonalon haladó kerékpárút segítségével. Ennek a 2 kilométer hosszúnyi kerékpárútnak 198 millió forint lesz a bekerülési költsége. Nehéz terepen, nehéz körülmények között megvalósítandó kerékpárútról beszélünk. A kormány kész ennek a támogatására, felhatalmazza a polgármester asszonyt a szükséges munkák elvégzésével. A kerékpárút szegéllyel ellátott, 2,2 méter széles lesz, és a főút mellett halad majd el. 80-as években már volt egy nyomvonal, épült, ez tönkrement sajnos. A elkerülő út, ami a román határ fele vezet, ennek a visszaállítása nem oldódott meg, és ázott ez a mi kerékpárútunk, megsüllyedt, nagyon rossz, nagyon sokan járnának be rajta Makóra, és ez okozza a költségeknél a problémát, vízteleníteni kell ezt a területet, a 431-es utat át kell fúrni, meg kell emelni a szinteket, tehát nagyobb mennyiségű föld feltöltésre is szükség lesz, valamint ahhoz, hogy a biciklisek biztonsággal bejussanak Makóra, egy járdaszigettel és villogó fénnyel kell ellátni az egyik oldalról a másik oldalra átmenő kerékpáros forgalmat. Kiszomboriak folyamatosan ezzel keresték az önkormányzatot, képviselőtestületet, hogy mikor oldódik már meg ennek a kerékpárútnak a sorsa, és most örömmel értesültem államtitkár úrtól, hogy ez zöld utat kapott, és megépülhet, és nyugodt körülmények között biztonságosan át tudnak jutni az omboriak Makóra, de a makóiak pedig Kiszomborra. Lázár János beszélt arról is, hogy Kiszombor különleges támogatást kap, mert nem volt adósságuk az elmúlt években. Pintér Sándor belügyminiszter úr 112 millió forint rendkívüli támogatásban részesítette a kormány döntése alapján Kiszombor önkormányzatát, amiből 12 millió forintos eszközvásárlás és 100 millió forintos önkormányzati tulajdonban lévő épület felújításra kerül majd sor, elismerve az elmúlt 20 esztendőben Kiszombor munkáját, az itt élő polgárok tevékenységét. Az új kerékpárút kapcsán Lázár János még hozzátette. Ez egy mintaprogram, hiszen a későbbiekben a környékbeli településeket bekötnék Makóra, és a községeket is összecsatolnák kerékpárúttal.